Idén augusztus 17-én pénteken nyitja meg kapuit a Szent István napi forgatag. Ezen a napon már ünnepélyes koncert várja az érdeklődőket a zenepavilonban. Másnap a zenekari térzenélésé lesz a főszerep, melyet egy díszhangverseny zár. Augusztus 19-én vasárnap reggel szent liturgiát és ünnepi istentiszteletet tartanak. Az este folyamán a művészetek iránt érdeklődők ellátogathatnak a 11. Natura Marosmenti művésztelep kiállításának záróestéjére. Augusztus 20-án hétfő reggel zenekari térzene nyitja a napot, majd ünnepi szentmise és körmenet várja a hívőket a Szent István király templomban. 18 órakor kezdődik a látványos csillagmenet a fúvós zenekarok részvételével, majd a hivatalos városi ünnepség, melyen Lázár János országgyűlési képviselő beszédét követően sor kerül a díszpolgári címek átadására is. A kenyérszentelés és áldás után a fúvós zenekarok gálaműsora és tűzijáték zárja a programot. A Szent István napi forgatag ideje alatt számos forgalmi rendváltozásra lehet számítani. Az erre vonatkozó részletes információk a www.makó.hu oldalon megtalálhatóak.